Sziasztok! John Wyndham, Szemünk fényei. Ez a könyv a klasszikus horror science fiction egyik legismertebb darabja. Kétszer is megfilmesítették, mind a kétszer Elátkozottak halója címen. A filmadaptációk egyébként nem idegenek John Wyndham életművétől, a Trifidek napját is például neki köszönhetjük. Azt is ő írta. A történet az 1950-es években íródott, és egy ilyen millióben is játszódik. Tehát itt nem a jövőben járunk, hogy egy disztopikus környezetben, hanem a jelenünket sikerült átalakítani egy eléggé ijesztő valósággá. A történet szerint Midwich-ben járunk, amikor az 1900-as évek második felében, vagy épp az 1950-es években egy alkalommal mindenki elalszik, az egész falu. És mikor másnap felébrednek, rájönnek, hogy az összes nő teherbe esett. És nem a férjeiktől. Az történt ugyanis, hogy az idegenek meglátogatták a bolygót, és elhintették az emberi evolúció következő szintjének magvait ezekben a gyermekekben, akiket ezek a nők meg fognak szülni pár hónapon múlva. A legijesztőbb dolog az egészben, hogy ezek a gyermekek, hogy azt láthatjátok a borítón is, világít a szemük, aranyfényben, ahogy a regény leírja, a bőrük nagyon sápat, majdnem mindannyian egyformán néznek ki, a hajok is igencsak világos színű. És nem csak, hogy egyformán néznek ki, hanem úgymond kaptártudatok is van. Tehát, hogy a fiúk és a lányok közül, hogyha a fiú megtanul mindent, a fiú minden fiú tudni fogja ugyanazt a dolgot. Ha egy lány megtanulja ugyanazt, akkor az összes lány tudni fogja azt, amit az egyik már megtudott. Tehát össze vannak kapcsolva tudatban, és természetfeletti képességekkel is rendelkeznek, tehát képesek tárgyakat mozgatni, és társaik, amiket elváltunk egy következő evolúciós lépcsőfoktól. A legijesztőbb mégis a gyerekekben az az intelligenciájuk. Olyan szintű természetességgel és hiterlogikával operálnak, hogy az elképesztő. Egy felnőtt is elszégyelni magát, hogyha úgy beszélne, hogy ezek a gyerekek. Elképesztően hideg, rideg logika, tárgyilagosság, és mindenfajta gyermeki reakció nélkül. Tehát ezek a gyerekeket nem igazán látjuk önfeledten kacagni, önfeledten játszani. Ezek a gyermekek kisebbségként élik meg az életet Midwich-ben, elkülönítve minden más embertől, és a konfliktusok ugye elkerülhetetlenek. Mert ugye nagyon sok férfi nem hajlandó elfogadni, hogy a feleségük egy idegen teremtménynek a gyermekét hordta ki. Meg is szaporodnak egyébként a konfliktusok a házastársak között Midwich-ben, ugyanis nagyon sok férfi nem hajlandó ezt elfogadni, és úgy gondolják, hogy az asszony csak megcsalta őket. Ami a regényt igazán ijesztővé teszi, az az, hogy egy manapság is létező problémára hívja fel a figyelmet, ez pedig a kisebbségek integrálódása a társadalomba. Ahhoz képest, hogy ezt a könyvet nagyon régen írták, éppen emiatt a probléma miatt nem éreztem annyira elavultnak. Az egyetlen maradandó nyom, ami ebben a regényben van a korból, az az, hogy itt említik a Szovjetuniót. Tehát, mint említettem, hogy a kisebbségek, a gyerekek mondják el a felnőtteknek, hogy valószínűleg az történne velük, hogyha megpróbálnának is szimpátiát ébreszteni emberekben, akkor az csak az adott politikai vezetéssel ellentétes politikai pártokban lenne lehetséges, akik megpróbálnák őket felemelni, megmutatni, hogy bennük bízhatnak, majd ők harcolnak az ő ügyükért, mindez csak azért, hogy az adott párt rajtuk keresztül juthasson politikai előnyökhöz. És ezt a gyerekek nem akarják, mert tudják, hogy hol van ennek az egésznek a vége, és akkor ezeket a sorokat olvastam, lekidaltam, annyira jól lefedi a migránsokkal kapcsolatos politikai helyzetet, hogy az elképesztő. Egy pillanatig se érzed el a útnak. Meg van benne egy olyan jelenet, amitől én egy kicsit szívbajt kaptam. Képzeljétek el azt, hogy ott vagytok az erdőben, sötét van, köd van. És a bokorból, vagy éppen a köd mögül csomó gyerek jön elő, világító szempárral, és közben dúdolgatnak, és felét közelednek. Én befostam annál résznél, amikor ez a könyv, amikor odaértem. Ritkán szoktam félni, de most egy nobasz meget én is elmormoltam, tehát rohadt ijesztő. Ebben a könyvben azért van egy bizonyos szintű ijesztő faktor. És
Kifejezetten ugye, ahogy említettem, azt teszi ezt, hogy ez a sztori hiába íródott régen, a mai napig aktuális mondani valót tartogat, annyira, hogy az már rémisztő, hogy valaki ennyire jól előre jövendője azt a fajta társadalmi helyzetet és azokat a társadalmi problémákat, amiket mi több mint 50 év múlva fogunk átélni és megtapasztalni. Windham egy zseni volt. Azt is mondhatnám, hogy ilyen könyvek miatt találták ki a science fiction-t. Az ilyen minőségű könyvek miatt, amik ennyire képesek az emberbe látni és azt kivetíteni. További érdekes információ a könyvek kapcsolatban, hogy a szemünk fényei és az ehhez hasonló történetek voltak például Stephen King előfutárai. A történet ugyanis nem a jövőbe megy, hanem egy adott kis közösség életét mutatja be nekünk. A döntet első szem első szemébe van elmesélve, de mivel nem csak egy emberre foglalkozik a történet, nem csak a falu egy-két lakóját láthatjuk, ezért ez nagyon sokszor nem érződik, mert a mi narrátorunk sincs minden helyen ott személyesen, hogy mindenről tudósítson, azokat a részeket első szám harmadik szemében láthatjuk, ahol ő nem szerepel. A könyv egyébként könnyen olvasható, gyorsan olvasható, nem is hosszú, mint láthatjátok, igen, csak rövid, a 200 oldalnál sokkal többet nem tesz ki a könyv, egész olcsón be lehet most már szerezni több helyen, úgyhogy végösszegzésként annyit tudok mondani, hogy a szemünk fényei maximálisan megérdemli a figyelmet, egy nagyon jól megírt könyvről van szó, ami a mai napig ugyanúgy működik, nagyon sok, nagyon részletes társadalmi problémára világít rá, nagyon sok rétegét a társadalomnak vizsgálja. Sokfajta mondani valója is van rólunk, tehát nem csak a gyermekekről, a kirekesztettségről szól, hanem szól a családról, fenyegetettség érzéséről és a paranoiáról, félelemről, gyötrelemről, elvágyódásról, mindenről. Ez a könyv nagyon értékes. És ezt azért hangsúlyozom ki, mert igazából régen akadtak ezenben olyan könyv, ami ennyire értékes lett volna. Ahol ennyire éreztem, hogy ez bazd meg, ez jó anyag. Ez nagyon jó anyag. Nagyon jó történet, nagyon jó karakterekkel, nagyon jó, könnyen átélhető helyzettel operál. Tehát, ahogy említettem, ez a Stephen King-es horroroknak az előfutára volt. Érdemes kézbe venni mindenkinek, aki szereti a klasszikus horrort, aki szereti a science fiction-t, aki szereti a harmadik típusú találkozások témakörét, aki szeret idegenekről olvasni, aki kifejezetten kedveli, hogyha a horror egyik alapját a társadalmi témák adják, aki szeret a kirekesztettségről olvasni. Viszont érdemes elkerüljön annak az embernek, aki vérengzős, belezős horrorra vágyik, mert ez nem az. Ezt inkább a Stephen King rajongók fogják jobban értékelni. De akkor sem érdemes elolvasni, hogyha hard science fiction-re számítasz, mert ez társadalmi science fiction. Végszóként, mert nem lehet elégszer hangsúlyozni, ez a könyv. Ez nagyon jó anyag. Úgyhogy nem is tudom, mire vársz még. Csapj le rá. A könyv végén egyébként kapunk egy jó kis leírás John Windhamről. Kíváncsi, hogy a Trifidek napját mikor adják ki újra, ha kiadják. Ha mennyire én tudom, ez a könyv nem lett kifejezetten népszerű, amit nem értek, hogy miért nem, hiszen kibaszott jó. Két adaptációnak is ez volt az alapja, és a mai napig teljesen releváns. Nagyon jól jövendölte meg, hogy mivel fogunk szembenézni 50 évvel később. És igazából, hogy még egy utolsó gondolatot ez a könyvhöz hozzáfűzhessék, gyerekek, mert muszáj kimondanom. Ez a könyv bizonyítja azt, hogy mennyire jól járna az emberiség, ha mindenki olvasna könyveket. Ez a könyv már 50 évvel ezelőtt megjövendölt olyan társadalmi problémákat, amiktől ma szenvedünk. Ezeket a könyveket mindenki olvasná, és mindenkinek átjönne a mondani való persze, akkor nem lennének jelenlegű problémáink. Egyre inkább azt érzem, hogy minket már figyelmeztettek az összes jelenleg is létező a világban jelenlévő veszélyre, amit el tudunk képzelni, mindenre, a science fiction szerzők. De ebben nagyon sokan nem olvasnak science fiction-t, ezért mi mindig beszopjuk a faszt. Én már ennyi voltam, jövő héten találkozunk Veres Attila Odakint sötétebb című regényével. Azzal a könyvvel fogom majd zárni a Centenar Horror hónapot. Várjátok nagy örömmel, mert az Odakint sötétebb egy nagyon-nagyon érdekes könyv. Még az eddig bemutatottak közül is kiemelkedik. Sziasztok, és olvashatok sokat!